Na, hello, srácok! Itt Na, vagyok hello, srácok! egy újabb live-val, Effect 2017-8. Egy újabb live-val, Effect 2017. 17 már helyett 8, igen. Úgyhogy jön a Red Bull-os karriernek a Bahrain nagy díja. Mit? Persze, az nagyon jó, mert addig nem tudom levinni a versenyt, úgy remélek-e. Nagyon jó ilyenkor bejönni. Jó reggelt, hello, sziasztok. Hello, Kristóf, úgyhogy na, lásd megint. Még egyszer, úgyhogy halihó srácok, itt vagyok egy újabb live-vel, egy Effect 2018 Bahrain nagy díjnak a második felével, ugyanis az időmérőt meg az edzéseket levittük. Kurva jól sikerült. Ausztráliához képest kurva jó volt. Úgyhogy a hatodik helyről fogok indulni, ugye előtte van a két Merci, a kettő Ferrari, és ugye maga a csapattársam Daniel Ricciardo. Ugye a tegnapi versenyhez annyi van a hozzáfűzni valom, hogy nagyon jó volt, nekem amúgy tetszett, csak amit csinált az Okon, én nem tudom, hogy mit akar csinálni a 16. helyről. Tudom, hogy neki az a szuperlágy jobban, lehet, hogy neki az jobban tapadt, mint 10 éve Verstappennek a lágy, azt hiszem, vagy nem tudom, hogy volt, de akkor se. Én a 16. helyről tudom, hát én most gyorsabb vagyok az elsőnél, de akkor se venném vissza a kört. Egyáltalán minek venném vissza, de mindegy. Videórögzítő eszköz némít, ha jó. Videórögzítő eszköz némít, hogy igen. A mikrofon audio meg az asztalgő is jó, oké. Okay. Jó, ezt kiveszem. Ja, nem ezt kell. Ezt kiveszem, ezt vissza. Úgyhogy videó rögzítőt némítva. Az a mikrofon meg az asztalgő is van, jó, oké. Okay. Oké, okay, jó. És elindíts egy kék kocka, ami szuper és nagyon jó. Úgyhogy ez van, srácok, úgyhogy Hamilton nyert tegnap, behúzta, szóval itt behúzták a Mercedes-ek a konstruktőrét, mondjuk igazából ez nem is volt kérdés, mert a felelnek annyi esélye már nincs, sajnos meg lett volna a konstruktőri, legalább én amúgy sajnálom őket, tudom, nem szeretem a Ferrari, de én nem vagyok olyan ember, hogy azért most őket utáljam meg úgyhogy tényleg sajnálom őket, remélem, hogy jövőre azért fognak harcolni ugyanúgy, hát hogy meglegyen a cím, addig meg gyűjtik a adatokat, meg minden szart, meg néha nyernek, úgyhogy igazából egy van. Verstappen meg sajnálom, hogy nem nyert, pedig ez őszintén mondva, ez a verseny a Red Bull győzelemnek nézett ki, úgyhogy, de mindegy. Úgyhogy a szezonzáró az Abu Dhabiban lesz, egy időt után, karrierre visszanézve pedig ugye Ausztráliát 6. vagy nem tudom 8. helyen, vagy szerintem 8. helyen zártam, de mindjárt megnézzük a pontok alapján, és most pedig Bahrain a 6. helyen, úgyhogy nagyon jó, viszont egyetlen egy kanyarral van gondom, ahol szabad edzésen már számtalanszor összetörtem sajnos megint, az a Meki kanyar, igen srácok, ahol mész jobb oldalt, és egyszerűen el kell venned a gázt, hogy bevedd a kanyart. Vagy nem adsz gázt egyszerűen, gázt nem adsz. Úgyhogy igen. Most azt hiszem, hogy remélem a képbe jön. Bejött ez az, jó. Úgyhogy ez lesz. Úgyhogy 6. helyről fogunk indulni, hogyha valaki nem kapott volna büntit, akkor persze. Úgyhogy reméljük, hogy összejön a 3. hely. Hát majd meglátjuk. Reméljük. Reméljük, hogy nem lesznek eltérkék hozzák. A tegnapi versenyhez meg, hogyha valamelyik kötök nézt, akkor annyian hozzáfűzni valom, hogy igazából a versenyem az ott ment el, hogy szembettem Jozikszal. Hát nem úgy, hogy együtt, hanem ugye sajnos ő volt a hibás, ugye
ő miatt tört le a szárnyam, de csak is azért nem felleveztem, mert ugye tudtam, hogy az eső miatt megcsúszott, és én most azzal mit érek, hát, hogy fellebezek, attól még első nem leszek, úgyhogy igazából ennyi. Úgyhogy én jól döntöttem, úgyhogy második lettem az első hely helyett. Nem baj, gratulálok Daneknak igazából. Növelt az előnyét egy pár ponttal megint, de hát mindegy, hagyjuk. Na nézzük, na, úgyhogy hatodik lettem, igen, Ausztráliában, úgyhogy nagyon jó. Hülkenberg ötlet. A gyári ízék nagyon jönnek fel. Ha a Renault konstruktőrben másodikok vagyunk, azt tudom. Hát na. Na, akkor nem is húzom tovább az időt, jöjjön a futam. És akkor azzal kezdjünk, hogy beszél Anthony Davidson és David Croft. Hogy mi újság van itt, srácok. Úgyhogy... Ja, meg láttam, hogy Verstappen, hát nem azt, hogy meg akarta verni Okon, csak meglökdösni, hogy hát hello, azért mit izé művelsz, de amúgy Verstappen meg is értem, de hogyha most meg is ütötte volna, akkor már azt nem, mert azért oké, hogy elveszített az első helyet, de az egy embert azért nem ütünk meg, úgyhogy úgy a szerencsát, hogy még ő se ütött meg. Hát és hát, hogy még ő se ütötte meg izét Okont, úgyhogy azért az jó. Na nézzük. És senkinek nem esett baja. Na nézzük a versenyt. Mert amúgy az ő helyben én is megvertem volna Okon, de nem. De annyit nem ért volna. Mert akkor szerintem még el is tiltották volna az F1-től az F1 There's titánt, something in úgyhogy. the Na Bahrain air nézzük. tonight, and I'm A not just talking about the sand. Bahrain-en Our vagyunk, brightest Bahrain. minds have thrust their Ahogy brightest mondja. ideas into the spotlight of the Sakhir circuit this evening as we David look Croft, ahead once Bahrain. more to a Grand Prix that has thrilled us so Light Cloud. consistently in the past. Hatodik lettem, Kristóf. There's no shortage Hatodik. of passing opportunities around the 3.36 miles of the Bahrain International Circuit, Bahrain with the International best Circuit. at turn one, of course, and then Figyelj már, another az soon into turn angolok így four. mondják, hogy Fifteen Bahrain. corners here, six to the Bahrain left nagy and díj. nine to the right, and we can Bahrain see Grand one or Prix. two flat Bahrain. spots into the tight Ilyen left-hander of turn Bahrain. ten. Bahrain. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk Na. briefly about Sebastian Vettel. That was a great Sebastian win in the Vettel. last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix Oh, weekend with Mercedes a high, első but your sor, srácok. expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the Na, race így today. áll a konstruktőr. Mercedes With that első then, sor, let's run srácok. through the grid Mercedes order. első An sor. immense lap from Na Lewis nézzük. Hamilton yesterday puts him on pole position, and Valtteri Bottas will Valtteri line up Bottas. alongside. Looking down Második the rest első of the grid, Hamilton, we ugye? have Ricardo, Ricciardo, Raikkonen, Räikkönen, Sebastian Vettel, Vettel, én, Lewis, Magnussen, Magnussen, Grosjean, Romain Gasly, Grosjean, and Nico Gasly, Hülkenberg, Hülkenberg, Perez, Perez, Sainz, Sainz, Esteban Ocon, Ocon, and Hartley, Hartley, Van Dorn, Van Dorn, Leclerc, Leclerc, Fernando Alonso, and Fernando, Marcus Ericsson, Ericsson, Stroll, Stroll, and Sergei Sergei Sirotkin. Sorokin rounds off the grid. Igazából senki nem Now fogok, it's mint almost tudjuk, time hogy to lights out, so let's go down to the track. Na srácok, nézzük azt a... Now that we've got some points on the board, let's continue this form Kristóf, and aim for another top 10 jól finish. tudod, hogy mit fogok csinálni. Emlékszel a Red Bull-os kópra, a Toro Rosso-s karrier Bahrainire. Hogyha a lágyat azt én elhúzom a 20. vagy a 21. körékbe, mert ugye addig én általában a lágyat azt jól le. Szóval elhúzom, akkor a végére felrakom az új szupálágyat, lágyat, és akkor azt a vista csőváz. Úgyhogy igazából ezt a versenyt meg is lehet nyerni igazából, csak hát ugye Toro Rosso-val nehezen lett volna, úgyhogy most a Red Bull esélyem támadt. Na nézzük, 30 az 1, ez 2, ez akkor 29 az, hogy 30 az 1, meg 2, akkor 2,8 perc lesz. Hoppá, mi? Micsoda stratégia? Aha, ja. Hogyha én elhúzom a lágyat, akkor viszont meg lehet csinálni úgy. Na nézzük a felvezetni kört. A felvezetni kört, azt a kurva élet, ez olyan mondtam. Okay, our system checks are good.
to stay in formation. Start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tyres and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Hát a Force Indian, hát a Force India után egy Red Bullba ülni azért eléggé furcsa, de amúgy nem rossz. Ja, és hát a péntektől hét főig legalább minden nap lesz egy F1-es live. Hát ugye pénteken szerintem pénteken kettő kóp is lesz. Nem tudom, hogy Pistóknak majd még nap lesz jó. Ma már biztos nem lesz jó, mert ma én ezt látom és kész, szerintem ennyi lesz. Esetleg péntek vagy valamelyik nap meg ugye a Red Bullskó pénteken, esetleg hogyha ráér meg, akkor péntek, meg szombat este és vasárnap este GFL, hétfőn fel is szerintem karrierezünk tovább, és vasárnap pedig toljuk szépen, és hétfőn. Pénteken akkor szülinapi. Júj, tényleg! Már is elfelejtettem, tényleg. Pénteken lesz a szülcsi napod, a szülcsi napod. Jó. Jó, akkor majd kiírjuk, hogy boldog születésnapot Kristóf. Ki fogom írni. Ja, fel kéne vissza amúgy venni az ERS. Annyira itt elbeszélgettünk a szülinapodról, hogy lassan az ERS is így, és visszaelfejtem kapcsolatban. Na srácok, nézzük. Na, hatodik helyről vajon mitől kell előhúzni. KSC nyert, azt tudom. Nem tudom, hogy hányadikról, de azt gratulálom, mert már azért járt neki, mert ahogy láttam, Ausztráliában neki se sikült a jó szereplés, ahogy nekem se. Köszönöm szépen, hogy sosem kell kivesz bátyja, úgyhogy kapcsoljátok be a Bahreini öveteket, mert kezdődik a Red Bull szezon második versenye Bahreini nagy díj. Requiemnel ütköztem, bazd meg. Oda tudtam, hogy fékezni hamar. Ha Mercedesek meg elszöknek itt a szar. Ugye srácok, azt tudnatok kell, hogy az egyik Ferrari az lágyon van. Szerintem az Requiem lesz, aki lágyon van, de amúgy az egyik Ferrari lágyon van. Hát, az szoros volt. Hoppá, srácok! Ne féljetek elni, hogy még autó jönne fel a... Hoppá! Gyorsan a Ferrari-kkal harcol, hoppá kérem szépen, jó, mondjuk erről én is lehetek, de hogy nem tudnak annyira vissza gyorsulni a Ferrari-kkal, már nem én. Kristóf, a Mercedesek nem lesznek meg, mi? Álljál, jön Vettel is, bazdmeg. Én már csak abba bízok, hogy a Mercedesek és a Ferrari-k a végi médiumot raknak be. Jaj, de bízok abba, te jó anyám. Ha jól tudom, akkor Bottas az érem van, úgyhogy nagyon jó. Hát igazából az első nagy díjat azt a Ferrari-k nyerték, mert ott a Mercedesek ott el voltak ők. Hát ők elbották az egész versenyt, úgyhogy igazából ez a Mercedesnek ez jól jön ez a verseny, de viszont nekünk Red Bullnak ez megint szarul jön ki, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha egyikünk nyerne már egyszer. Mert én nem véletlenül jöttem ide, hanem felhúzni a csapatot és bajnoki címet hozni, úgyhogy de ahhoz nyerni is kell. Gyerünk. Mielőtt megkérdeznétek, 102-es aim van Ultimate-en, nem vettem lejjebb, se feljebb.
Bár gondoltam, hogy visszaveszem 100-ra, mert ugye úgy kezdtem az első szezon, de annak nem lett volna értelme, úgyhogy most keményen toljuk 102-n, és hogyha már tudjuk, hát hogy könnyebb az autó, meg hogy gyorsabban tudunk lenni az elsők, akkor még feljebb lesz, úgyhogy igazából így, ez így fog menni. Fettel jön ránk, nagyon jobb az autója, sokkal jobb, de most nem fog beszélni, úgyhogy most koncentrálni fogok, úgyhogy nézzük, de sok jó szórakozást ez a verseny, úgyhogy most már nem fogok annyit beszélni. Race officials have enabled DRS. DRS is now available. Brilliant. Nice move. Battery charge is high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Hello, Sunny. Hello. Right, some information on Ricardo. They seem to have an issue. Ah, pardon me. Szegény Ricardo, bazd meg, nem hiszem, hiszem el. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Check your MFD for a new strategy option. Azt a büdös kurva élet. Hát arról nem volt szó, hogy ennyire zabálja ez a pálya a gumit. Tudtam, hogy zabálja, de hogy ennyire. Az őt meglepett. Annyira, ami nincsenek messze a Mercedes-esek annyira. Figyelme nem is ott. De nem tudom, hogy az RS az hogy fog menni. Gap to teammate behind is 6.0 seconds. Fettel után egy ház jön? Az hát. Többiek meg leszek adva, mint a szar. Ja, tudom. Tudom, Kristóf, én is azt mondtam ott az elején, mert hogyha én felrakom a kettő lágyat, ők meg ugyanek, hát hogy egy lágy és utána egy médium, akkor nem kérdés, hogy én fogok nyerni, úgyhogy... Bazd meg, ezt elhagytam egy kicsit. Bassza meg. Nem baj.
box. We're coming in this lap. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Nézd, ja, tudom, tudom, köszi. Látom, köszi. Hogy utána a kettőt írtek köz. Most abba bízok, hogy remélem a Mercedes-esek is most jönnek kifele. Jövök be, bazd meg! Hát nem érted fel. Pont a ném jött ki, bazdmeg, nagyon jó, ez az. Eriksson, ne engedd el Eriksson, Hamilton! Egy fett Bottas, azt a kurva, az ószoros volt, bazdmeg. Fettel, hahahaha! Ára jó istennek, bazdmeg. Kurva szállat. Bástya, segíts nekem, mint társ. Hát már mi nem úgy társ, de úgy társ. Ó, ez az. Köszi Eriksson, imádtak! Szeri van. Most már nincs szeri. Daniel's in the pits.
this lap of the race. Keep this up. We're leading our teammate by 21.2 seconds. Na, Kristóf, ez milyen? A lágyon, a Red Bull az jobban tapad, mint szuper lágyon, fasz. Lehet kettő lát kéne, ja? Ja. Jobban járnék, mint a szuper lágyal, aha. A végén, ja. Jön azért izé is Bottas, de ő nem nagyon. Bassza meg! Hát, ezt most elbasztanak ki. Jó, így Fettel megelőzte Bottast. Bazd meg, siessél már. Ó, bazd meg, hogy löktelek egy ilyenkor élem utol, bazd meg. A jobb, meg úgyis tovább bánja, vagy bírja, ja bírja, és tovább bírja, ha igen. Bocsi, csak közben nem tudok olvasni, közben még nézem a pályát, és nehogy elbasszam még. Jön egy okon, na az okon már lesz, kemény jó lesz. Na srácok, megcsináljam izét, Brazíliát. Csak most én leszek okon, okon meg Verstappen. Jó, nem viccet. Azt nézem, hogy most jön be egy Ferrari. Ó, Räikkönen az jött be. Na, mondtam át, hogy ő van lágyom. Úgyhogy Räikkönen most lágyról minden fog váltani. Szuper lágy. Räikkönen is stopping now. Bájtok már, lágyról szuper lágy. Ő azzal nem megy végig, ugye? Lágyról szuper lágy, hát azzal nem tud tovább menni. Neki kell még egy lágy. Fernando! Fernando, légy szíves, legyen már olyan nedves, ugye engem. Az ott Hamilton, ugye? Ott előttük a Hamilton, az olyan. Ó, de jó, hogy még a kontroll is kapsz DRS-t, hogy te jó! Reméljük is, hogy médiumot rak fel. Pedig ez a második, azt a büdös kurva élet. Ezek egy kiállásra vannak, genyő.
Hogyha Hamilton egy médiumot rak fel, és a gyerek azt nem fog elhívni gyerek. Áj, de már nem ló, hogy Hamilton egy médiumot rakna fel. Áj, de jó lenne. Azt a bizonyos kurva élet, de jó lenne. Driver in front. Driver in front. Perez is ahead of you. Our gap to the car in front is 2.3 seconds. You're gaining by 1.6 seconds a lap. They're on old softs. Their tires are 11 laps old. We think they've got one more stop. És eddig még senki nem esett ki az a kulcs. 1.32.8. Kínában is érdekes lesz, mert én ezt a pályát bírom, úgyhogy ők jól lenne ott is nyerni. Teammate behind is 32.2 seconds. Driver in front. Hamilton ahead. The gap to the car ahead is 4.1 seconds. They're building a lead of 6 tenths per lap. They're on old softs. Their tires are 6 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 31.3. The pit window, you'll be on the softs. Sárgazás, oh, nem á! Ki lesz az? Hú, ugye nem Ricardo, de... Ricardo esik ki, mi? Áh, Daniel Ricardónak a versenynek vége. Látom. Áh. Szegény. Még az ág is húzza be.
Aha, itt is, igen, itt is. Pedig... pedig ő Ausztráliában szem harmadik lett, vagy így lett túl a... Csúgya, szegény. Sajnálom. Azért. Azért jó versenyző, pedig nem igaz. De várom majd Hamilton kijön a boltba baszni. Na viszont én ebben a körben jövök ki lágyért, úgyhogy úgyhogy ez meg kell jönni. Igen, push now hozom. Azaz push now hozom. Fettel ki is adta a boxba, hoppá. Na, akkor én meg Mercedes sandwichben vagyok, jaj, de jó. Bottas se jön be, hoppá. Go, go, go. Pit strategy hoppá. Complete. See hoppá. These tires through to the end now. Na jó, hoppá. Na nézzük. Faster engine modes are available.
Haas has just made a pass for the lead. The gap behind us is 8.2 seconds. Én Vettel rakott fel, csak mit nem áll. Azért nem jó. Kristóf, ez nem úgy zajlik le, ahogy én gondoltam. Sajnos.